a music. Várom, hogy mindazok az újságírók, akiknek lehetőségük van részt venni itt ebben a 20 órás túlélési programban, amit a Bercsényi László különleges műveleti zászló ajánlománya biztosít számukra. Mindezek az újságírók utána megmutassák azokat a pozitívumokat, és átadják azt az élményt, amivel ők találkoztak. Ez a Magyar Honvédség számára egy nagyszerű lehetőség arra, hogy sajátos eszközökkel egy egyedi formában hozza kicsit közelebb a Magyar Honvédséget, annak tevékenységét az állampolgárokhoz, a magyar társadalomhoz. A kulisszatitkokat nekem sem árulták el a kiképzők, de azt az instrukciót adtuk nekik, hogy legyenek annyira kemények, amennyire jól esik nekik. Bízunk benne, hogy így lesz, és ennek ellenére is nagy élménnyel gazdagodnak majd az újságíró kollégák. Alapvetően azért ez a nehézségű túlélési feladat azért ez az 1-től 10-ig skálán mondjuk egy 1-es-2-es szint. Teljesen civileknek, teljesen amatőröknek idézőjelben azért ez egy 5-ös szintű kihívást jelentett. Ennek megfelelően azt gondolom tisztessége becsülettel végig is csinálták, és én azt gondolom, hogy csomó tapasztalatot szereztek. Nem csak a feladatokkal kapcsolatban, de szerintem saját magukkal kapcsolatban is. Ennél már csak nehezebb, vagy könnyebb lesz? Hát én nagyon remélem, hogy ennél már csak könnyebb. Tehát ott csak nem kell kúszni, mászni, de igen, hát megoldjuk. Hogyan lehet túlélni? Fú, akaraterő. Meg látjuk a bóját, és addig el kell jutni. Gondoltam arra, hogy azok a résztvevők, akik eljöttek, és ezt valóban komolyan gondolták, hogy ezt végig csinálják, ott nem lesz kiszállás. Értelemszerűen azért a feladatokat is olyan mértékben szabályoztuk és állítottuk be, hogy ez megfelelő kihívást jelentsen azoknak, akik végrehajtják ezt, de ugyanakkor teljesíthető szintet tudjunk beállítani. Nem lehet egyik napról a másikra elkezdeni, tehát ez nem olyan, hogy felállok az íróasztal mögül, és holnap elmegyek és túlélek. Tehát itt kell egy alapvetően megfelelő fizikai állóképesség. Mi lesz a menettel? Hát ezt már könnyebben fogjuk bírni. Készülni kellett rá? Nem készültem be valamiket. Bátor vagy? Hát, lehet, hogy csak nem gondoltam át. Mi lesz a végén? Hát, túléljük. Tulajdonképpen azért gondoltunk a Magyar Honvédségre, mert ez a túlélés, mint olyan a katonáknak alapvető szükséglet. Tehát ahhoz, hogy egy harci helyzetben, egy kiküldetésben túléljék a mindennapokat, ahhoz nem csak az alapszintű túlélési technikákat kell ismerniük, hanem ennél azért jóval többet. És úgy gondoltuk, hogy azok az emberek, akik megnézik a sorozatunkat, esetleg érdeklődhetnek ezek iránt a túlélési technikák iránt.